before we get started, I just want to say congratulations to all of you for being here and making it this far. So thank you guys very much. A round of applause for you guys. Mi volt bent? Most voltak állandók az elégazítása? Nem volt nagyon sok hasznos információ most sem. Most vezetik őket körbe, hol lesznek a helyszínek, úgyhogy legalább egy kicsit képbe kerül, hogy melyik bemelegítő rész, melyik helyszín merre van. Bár ha jól tudom, akkor végig kísérgetni fogják majd, úgyhogy nem lesz sok dolga. Az első feladatról nem tudtunk meg semmit. Tényleg nagyon általános infókat mondtak el, úgyhogy volt egy kis egészségügyi eligazítás is. Piros pólóból kell majd keresni azokat, akik segíteni tudnak, hogyha valaki felszakítja a tenyerét, hőgutát kap, vagy valami ilyesmi, úgyhogy ennyi. Vagy mondtad, te tudsz mindent, és ugye mondtam nekik, hogy a képbe vagyok tesszük. Merre voltok? Elmentünk a... megmutatták a bemelegítő helyiséget, meg hogy hogy kell becsekkolni a hítek előtt. Mondtak, hogy le kell ragasztani a zsumantot. Igen, de azt nem kell elragasztani. De mindegy, azért oda mit nem. Aztán elmentünk megnézni a teenage volt, azt mondjuk nem tudom miért. De a Colosseumot nem mutatták meg. A ceremónia az a Colosseumban lesz, hogy nem mondták meg. Szóval igazából semmi lényeges információt nem mondtak el. Csak körbe vezettek. Ezzel egyet? Aha, kéne valami. Menjünk be aztán, ezt nem kell. Menjünk be, bemelegik azt, és akkor eszem valami. Kipróbáljuk a dolgokat. Itt van az érdek csokin. Ebbe? Aha, meg van még egy banán, és akkor ezt nyomban nyugodtam. Itt van a Gábornak a masszázsában. 50 perc múlva kell menni a masszázsra. Úgyhogy nem tud sokat edzeni szerencsére. Csak tényleg ki akarja próbálni egy kicsit az eszközöket, kipróbálni a gyűrűt, kipróbálni a rudat, a húzózkodót is. Úgyhogy meglátjuk, hogy sokat lesz. Volt a presszes körvesztés. Hát igazából kezdjük ott, hogy volt egy órás ilyen press konferenc. Ahol el... És ott mit tanultál? Nagyon mindegy, a lényeg az, hogy ott volt a Glassman, és hát egy órát dumált arról, hogy mik a változások, meg egy csomó... Igazából az összes kérdés erre volt kiélezve, hogy ugye az új rendszer miért, meg hogyan, meg minden, de igazából a lényeg az, hogy ő azt mondta, hogy igazából ez mindig is így kellett volna lennie, hogy minden országból tudnak küldeni atlétákat a Games-re, és akkor igazából hogy mindenkinek egy ilyen nagy experience lehet, nem azon, hogy csak a világon pár embernek. Ez az egyik. Igazából semmi lényeges információt nem mondtak el. Mondta, az volt az első mondat, hogy senki nem kérdezett az első eventről, ezért az első kérdés az volt, hogy mi lesz a második event. Egyébként volt, most körbevezettek minket, hogy majd hova mehetünk be, hova nem, meg ilyenek, és csak egy kis hint, nem tudom, mennyire releváns, de gondolom azt a Gábor is látta, ugye, hogy voltak a Colosseumban húzott korrudak, vagy hát egy állvány felépítve, meg ugye a HSV-nak volt ott fal. Aha. Azt már mindjárt elkérdezzük Gábort, hogy ezt mennyire látta. Meg egyébként kim volt, hogy event 2 és time cap 10 perc. Most azt nem tudom, hogy ez mennyire releváns vagy nem, de majd kiderül. Szerintem mire ti látjátok ezt a videót, mert is tudni fogjuk, hogy mi újság. A másik, hogy a Colosseumban viszont különleges, vagy hát külön karszalaggal csak, lehet csak lemenni a Competition Floor-ra. Amit nyilván én is megkaptam. Szép. Így azzal se lesz gond. Yeah, buddy. Viszont nem tudom mi ennek a neve. A nagyon nagy pályának. A foci stadion? Aha. Igen. Oda viszont mindenki bár lemehet, és ott leszünk egy szinten nyilván a pálya mellett egyből, szóval azzal nem lesz gáz. Szóval lesznek nagyon faszok is felvételek. Jó, és a lényeg, hogy a Gábornak van új cipője. Gábornak van új cipője, amit az nem tudjuk, hogy miért vett, mert kapott 4-et. Igen, de Gábor mindig vesz új cipőt, bárhol jár, és mindenből kettőt. Gábor, te láttad azt, hogy föl volt állítva a húzózkodó állvány, meg a HSPU-nak a falmal, amikor titeket körbe vittek? De hol? Mely is adjon be? Colosseumba. Colosseumba mindenket nem vittek be. Nem? De izgi, akkor húzózkodó állvány volt ott. A HSV-nak volt fölrakva az a plexiáknak a parkban. Ugye először most kint leszünk nem. Hát nem. Tök külön a Gábor tud húzózkodni, mert HSV-zni is. Igen. Ez jó. Very well. Very well. Hát nem tudom, hogy hol lesznek, mert itt már volt olyan cselek, aki azt mondta, hogy az első event az a Colosseumban lesz. Lehet. De nem tudom. Ezt most kirakta a... Hát a Castro ugye kirakta azért képet.
Don't know. Már a Colosseumban Event 2 volt kivetítve, szóval. Mit szólt, hogy délután így kell mennénk ebédelni? Menjünk, mert nagyon éhes. Nagyon éhes. Mindenki nagyon éhes, mert mindenki reggel evett csak. Viszont. Még azt szerettem volna elmondani, hogy kiraktuk Instára, hogy mi az, amit szeretnétek többet látni. Az egyik az az erotikus tartalom volt, azt majd itt belinkelem, hogy hol tudtok ilyen fizetős oldalon rákeresni, mert vannak már ilyen videóim. Nem? A másik, hogy... A másik ugye a kajálás lesz még a téma. Gábor vagy kaján, amit érdekel a marketés. Mindegy. Meg a benfentes tartalom, én nekik kértetek. Meg hogy engem lássatok többet, szóval szavaztok. Holnap megyünk 7.30-ra, Gábornak akkor lesz még valami előzítása. Reméljük, hogy addigra már a, vagy akkor megmondják az első ódot. Átszom, akkor megmondják csak, mert 9-kor ceremónia, és igen. Utána rögtön kezd elvileg, úgyhogy gondolom igen. Tudni kéne adott. És a CrossFit tappon egyébként már ott most nem látom. A délutára van 11.30-ben ki van már írva az első event, szóval. Ha minden jó, majd van 11.30-kor. Storm.